Rudolf László még gyerek volt, amikor magával ragadta a sakk szeretete. Olyannyira, hogy egész életét meghatározta a játékhoz való otthatatlan kötődése. Amikor katona lett, találkozott ennek egy lengyel változatával, a hexasakkal, melynek egyfajta követe lett. Általános iskolás lehettem, amikor egyik ismerősünknél láttunk egy sakkot. Nekünk akkor még nem volt sakkunk, és akkor ott próbálgattuk ki, hogy mi is lehet ez a milyen játék, és akkor utána mi meg kaptunk talán karácsonyra a bátyámmal egy sakkot. Tehát lett így. Itthon játszogattunk, aztán kiderült, hogy volt nekem egy általános iskolás, nem is pont osztálytársam, hanem párhuzamos osztályba járt, nem messze tőlünk, hogy ő is, és elsőben az édesapja szeretett sakkozni, és akkor én eljárogattam hozzájuk is. Ugyanis én a lépéseket ugyan édesapámtól tanultam meg, és hát neki addig volt kedve játszani, amíg meg tudott verni. És amikor először én nyertem, akkor lesöpörte a sakktáblát, és onnantól kezdve nem volt hajlandó velem többet játszani, viszont volt Péter János, meg az ő édesapja, Péter Szili bácsi, akkor kezdve eljárogattam, játszogattam. Aztán később gimnáziumban egy osztályba kerültünk, és hát nyugodtan elmondhatom most már, mert sajnos már például Tóth Barnabás tanár úr már nem él, hogy bizony matek óra alatt is, vagy egyéb órák alatt is kicsit játszogattunk ilyen kis sakkokkal. Hát a hexasakk akkor állítólag volt már, hogy kb. 70-es évektől, de nem tudtunk mi róla. Viszont én ugye befejeztem 78-ban az egyetemet, és engem egyetem után vittek el 79-ben katonának, egy két időszakos katona voltam Lentében, és 80-ban, amikor már azért pár hónap volt hátra csak a leszerelésig, akkor 1980-ban a márciusi Interpress magazinban, nem tudom, hogy ti mennyire vagytok idősek, hogy emlékeztek-e, meg is van az újság, olvastam egy cikket a lengyel sakról, úgy írták, és akkor néztem, hogy mi ez a furcsaság, hogy nem hagyományos sakktáblán, hanem ilyen hadszögletű, tehát hexasaknak, hexagonálisnak írták, aztán ezt, hogy hexasak, ezt már én találtam ki itt Magyarországon, hogy kicsit rövidebb és meg jobban hangzik, mert a hexagonális olyan kicsit hosszabbnak tűnt, és ott olvastam erről a sakról. És volt néhány ábra, amin lehetett követni a figuráknak a lépését, na és mivel megadták annak a lengyelországi, úgyhogy Horizonti Techniki nevű műszaki újságnak a címét, hogy akik érdeklődnek, azok írhatnak oda, hát akkor mi sem volt természetes, hogy oroszul, ugye tudtam, fogtam, írtam oroszul ezeknek a lengyeleknek, hogy hát engem érdekelne a hexasak. És válaszoltak, küldtek egy papírt, hexasak táblát, hiszen hexasak táblán sem volt akkor, és már megírták, hogy nyáron, valamikor augusztusban Londonban lesz egy nemzetközi verseny. Na most képzeljétek el, hogy 1980-ban még katonaként leszerés előtt, és hogy akkor nem is volt olyan egyszerű külföldre utazni, mondjuk minden, de én azt mondtam, hogy rendben, megpróbálom, és írtam nekik, hogy igen, én szívesen elmennék, hiszen volt már ugye tábla, akkor a nagybátyámmal itt Bátyzigen kezdtük először kipróbálni, hogy tényleg milyen is az hexasak. Hát mondjuk egy futóval meg egy gyaloggal kellett többet rakni a hagyományos készletből, de mivel volt táblánk, akkor lehetett játszani. És akkor, amikor én leszereltem 80 júniusában, akkor utána valamikor júliusban megkaptam a meghívót Londonból, hogy menjek. Hosszú procedúra kezdődött, melynek eredményeként Rudolf László kijutott a londoni első nemzetközi hexasak versenyre. És ha már ott volt? Úgy emlékszem, hogy hétfőn volt, augusztus 11-e, ami teljesen véletlen az én születésnapomra, a 25. születésnapomra esett, amikor én életem első hivatalos hexamérkőzését játszottam egy angol srác ellen, ráadásul sikerült nyernem is, és
Hát az alatt a 4 nap alatt én nagyon sokat játszottam, és segítettek is a lengyelek is. És akkor így azért valami kis tapasztalatot már sikerült szereznem. És ennek köszönhető, hogy a lebonyolítás olyan volt, hogy 8 résztvevő, 2 4-es csoportban, a 4-es csoportokon belül ezt a körmérkőzést játszottak, és utána volt elődöntő, és végül a 2 győztes játszotta a döntőt. A döntőben játszottam a lengyel Marek Macskovjákkal, aki utána éveken keresztül a legerősebb ellenfelem volt, és hát abban sajnos ő nyert, de így is sikerült a második helyen végeznem. Ekkor tett ígéretet a lengyel barátjának, mindent megtesz a sporták népszerűsítése érdekében. Az ígéretnek a mai napig folyamatosan eleget tesz. Pedig a Magyar Sakkszövetség nem kívánt foglalkozni a sporták problémájával. Meghirdettem egy hexasak szakkört, és bizony párhuzamosan mind a 2 sakkot ugyanúgy megtanulták, indultak akkor, de volt nagyon sok ilyen ifjúsági gyerekverseny is, és akkor párhuzamosan nem csak felnőtteknek rendeztünk, hanem nekik is, és hát sokáig ment így, hogy sikerült sok embert megfertőzni. A sakk, mondja, nagyon sok területen fejleszti a gondolkodást. Logikus gondolkodás. Tehát most, ha elvonatkoztatunk a sakktól, azért logikusan gondolkodni az élet nagyon sok területén kell, tehát ezt segíti. Akkor a türelmet, tehát az, hogy valaki leül 5 percenként, vagy 1 percenként felugrik, mert nem létezik. Nagyon sok mai gyerek így van, azért nem tudja játszani a sakkot, mert nincsen türelme. Na most például én katalányom lehetett talán 8 éves, és képes volt 4 órás partikat végülni, meg volt hozzá türelme, úgyhogy ez is, és hát valahogy egy kicsikét más gondolkodást, úgyhogy szerintem sok mindenre jó a sakk, ahogy Polgár Judit az ő sakk programjában, a sakkpalotában, ahol szintén csak a sakk az egyik dolog, de mellette meg lehet tanulni a matematikának is. Akkor vannak olyan olvasási feladatok, ahol szintén a sakkfigurákat használják. Tehát sok mindent lehet használni, és azt mondom, hogy egy nagyon jó játék, akkor is, hogyha valakiből nem lesz versenyszerű játékos, hanem gyerekként megkedveli, ezt is kipróbálja, nagyon sokan voltak így, és akkor utána eldöntötték, hogy esetleg ők más sport terén próbálják jobban tudásukat. Úgyhogy én örülök neki, hogy itt Bácégen elég sokan megfertőzöttek, plusz azt lehet mondani az országban is, sőt, ha úgy vesszük, hogy például Szlovákiában, Komáromban és környékén is elsőbben tőlünk magyaroktól ismerték meg a játékot, ők is bekapcsolódtak, vagy a Szabadka környéki, egykori Jugoszlávia, most már Szerbia játékosok is rajtunk keresztül ismerték meg a hexasakot. A 40. évforduló alkalmával a magyar hexasakkozók találkoztak, és arra az elhatározásra jutottak. Összegyűjtik az elmúlt 4 évtized minden írásos emlékét, és azt levéltári kutatás céljára ajánlják föl, azért, hogy az utókor is megismerhesse a magyar hexasak kialakulását és fejlődését, melyben Rudolf Lászlónak el nem múló érdemei vannak.